Nos, hát szervusztok, üdvözlök! Ismételtem mindenkit az SSG csatornán. Hearthstone-ozunk ma. Annyi minden történt igazándiból a múlt héten, meg ezen a héten, hogy én nagyon szerettem volna tegnap tartani ezzel kapcsolatban egy hosszas beszélgetést. Nem jött össze. A mai napon sikerül, reményeim szerint. Úgyhogy ezen okból kifolyólag, akkor most így megbeszélgetünk nagyban a Hearthstone területén folyó változásokról, újításokról, eventekről és a sok minden másról, valamint egy kicsit a csatorna dolgaira. Most bocsánat, hogy így kezdem a live-ot, de fontos most számomra is, hogy így előzetesen végigdumáljuk, hogy mi lesz, és akkor annak függvényében majd erről tudunk a későbbiekben beszélgetni. Ahogy látszódik, az utolsó normál rang rendszerben, a rang rendszerben az utolsó normál kiosztás, ami még így működik, most éppen belőször, ezért most lehet ezt először látni, viszont hosszasan kifogunk, vagy nem hosszasan, de közé végig fogjuk tárgyalni, hogy mi történik ezen ügyben. 14-es csesz. Nyilván vannak sokan, akik sokkal előrébb szoktak ezzel járni, mint én. Én most ideig jutottam ebben a hónapban. Nem kell legyilkolászni. Nagyon jó. És megkaptuk a hátlapot is. Nem is néz ki rosszul a hátlap. Tetszik. A netért és a pillanatnyi laggókért továbbra is elnézést kérek, sajnos nem tudok neki mit tenni. Ezzel kell beérni, ez van kategória. Sajnos. Kaptunk 11 csillagot. Tök király. És a 20-as rangon kezdünk. És ahogy lehet a képernyő alsó részén látni, elkezdődik egy event, ha minden igaz, ma 6 órától, tehát már mostantól. Amit majd nagyba ki is beszélünk, hogy működik. Nem is feltétlenül tiszta még számomra se, úgyhogy teljesen nyugodtan lehet erről ti véleményeteket írni, ti hogy értelmezitek, vagy ilyen apró cseprőbb dolgokat. De ez a harmadik támpont a mai nap folyamán. Az első ugyanis majd a rangrendszer lesz. Idősorrendben haladjunk, tehát ahogy kijöttek a hírek, ahhoz képest úgy haladjunk. Ami kérdés most számomra csak az, ugye ezt a küldit kaptuk, hogy ezt szabad-e most nekem rigolnom? Vagy nem baj. De én most ezt... Nagyon jó. Hát ez még akár működhet is. Szóval lehet látni, három küldim van. Az első küldi az nyilván, hogy valakivel PvP-znem kéne ismerős, tekintetében már megvan rá a delikvens, de még nem tudom, hogy fellogoltam, mert ezt még nem láttam. A másik kettő meg magától értetődő dolog. Megnézzük. Még nincs fent az úr, de ami késik, nem múlik, úgyhogy ameddig ő fel nem ér, vagy ameddig én most úgy gondolom, a Tavern Roll-t azt csapjuk le. Minden héten azért ez egy tök ingyen pak, úgyhogy azt kvázi muszáj. A lényege annak a dolognak nyilván, aki már annak egy csóval, akik már ezt legcsinálták, én még nem. A lényeg, hogy kapunk egy random pakkot, és egy random minden benne, és meg kell győzni az ellenemit, és kapunk egy cuccot. Az ilyeneket... Na, viszont ugye Vari és pap küldünk van, azért nézzük most a papot első körben. Mert hát ugye azzal kéne három vint letolnunk. Na és akkor miközben ő itt nagyban loadingolja a dolgokat, megtalálja az enemit, addig gyorsban 0. lépésben
akkor beszélgessünk egy kicsit arról, hogy hogyan fog március 1-jével változni a rangrendszer. Ugye az benne... Ó, oh, van silence-ünk, egy fegyónk. Ó, Arthas. Arthas. Gyer. A silence... Nem, a silence-t még most elrakjuk. A fejó az még esetleg jó. Az meg amúgy is a miénk. Na, szóval ugye úgy fog változni a dolog, hogy amit most kvázi februárban elérünk ranglétrát, ahhoz képest márciusban 4 szinttel hátrébről fogunk kezdeni. Tehát nem úgy, mint ahogy most láthattátok, hogy kaptam 11 csillagot, mert lejutottam rang 14-ig. Ez most már nem így lesz, tehát most 14-esen fejeztem be, akkor az azt jelenti, hogy 18-ason kezdeném újra, nem úgy, mint most, hogy 20-ason. Ez a plusz dolog benne kvázi. Ami esetleg, és ami miatt esetleg ez jó lehet, hogy nem kell mi. Tehát aki mondjuk legendem, vagy rang 5-ön befejezte, akkor ő csak rang 9-ig lesz visszasorolva, nem 18-ig kb. Azt hiszem. Így az per kb. Ami tök jó dolog. Egy másik oldala az egésznek, hogy... Minion 2-2, szóval 1 per 1-es copy, ez tök ugyanaz. Igen, nincs minionom. Ez így nem feltétlenül királyos, de nem tudom más csinálni. Szóval ugye ez lesz a fő része. A másik része, hogy ugye eddig, ha elindultál ugye 20x-ről, és lementél 15-ig, akkor 3 csillagonként tudtál egy szintet lépni, aztán 15-től 10-ig 4, aztán 10-től 5-ig 5, és aztán nem tudom, mert addig sose jutottam. Ez most úgy fog változni, hogy az összes szinten 5 csillagot kell szerezned, és a... Igen, 5 csillagot kell majd szerezned, és ha előrébb mész, mondjuk 5 szintet lépsz előrébb, akkor ugye következő hónapban is ugye 4-et fogsz hátrébb sorolódni, ami így tök jó, csak kvázi folyamatosan ugyanazokon a szinteken fogsz lépcsőzni, kivéve a nagyon OP vagy, és egyszerre nagyon sokat tudsz lefelé menni. Ugye ez nyilván deck, meg ember, meg idő, meg stb. Függő. Ami még lényeges, hogy ahhoz, hogy megkapd a havi jutalmat, tehát amit én most ugye az elején kinyitottam, 5 vint kell teljesítened, ami relatív azért nem sok. Viszont ami nekem ebben a rendszerben nem feltétlenül tetszik, egyszerűen nem tudom, mit játszok ki. Hát a túlélni. Szóval, ami nekem feltétlenül nem annyira szimpatikus, ami az egyik oldalról tök jó, a másik oldalról meg nem. Tehát amiatt van kettős érzésem, hogy össze fogja ugye rántani a playereket. Tehát magyarul neked nagyjából hasonló szinten lévő játékosokkal kell játszanod. Hasonló deckkel rendelkező játékosokkal. Ezt odáig nézzük, tök jó, mert nyilván nem fogsz legendes deck ellen játszani. Ez már önmagában jó dolog, mondjuk nem fogsz olyan deckkel ellen játszani, ami rendelkezik mondjuk egy Big Hunt, egy Big Druid vagy Big Priest, ami tele van legendari lapok, amikor neked nincsenek. Egy Uno Momento. Ezt kidobjuk. Dobunk magunkra 2 hiat, ezt leütjük. És... ezt innen kitakarítjuk, hogy legyen egy körünk. Szóval ez tök jó dolog. Az egyik oldalról, hogy nem fogsz ugye legendes lapok ellen harcolni. A másik oldalról viszont tök rossz, mert ugye hasonló lapok lesznek ellened. Tehát vagy nyersz, vagy nem. Eddig is ugye így volt, hogy vagy nyersz, vagy nem, de innentől kezdve
nem fogsz olyan lapokkal összeakadni, mondjuk felsőbb szinteken, amik tök gyengék. Vagy pakkok ellen, paklik ellen nem fogsz, amik tök gyengék. Emiatt nem fogsz tudni gyorsabban előre jutni. Ez mi? 5 armor. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc. Az pont jó, mert még HP-nk is marad. Ez milyen fegyó? Az egyes fegyó. Úgyhogy emiatt tartom én egy kicsit rossz dolognak, hogy itt tök ugyanolyan lapok vagy deckek lesznek ellened, és emiatt nehezen fogsz tudni előrébb jutni. Viszont ugye 5-öt, vagy pontosabban ugye 4-et leszel folyamatosan hátrébb sorolva, és ahhoz, hogy visszajuss ugyanarra a szintre, ahhoz eddig mondjuk, hogyha teszem azt, elindultál 20-ról 15-ig, akkor ez ugye 5 szint volt, 5-ször 3 csillagot kellett ugye szerezned, az... Mennyit mondtam, 5-ször 3, az 15 csillag összesen. Most ugye 5 szintet, 4 szintet kell, hogy visszajuss, de 4 szint alatt ugye 5 csillagot kell, azaz 20 csillagot kell összeszedned, ahhoz, hogy... ugyanott fejezd be, mint előbb. Tehát eddig 15 csillag, most 20. Úgy, hogy jobban össze lesz rázva az egész társaság. Na, ez most így is úgy is off, nem? Jó. Szerintem ezt így most megállítottuk. Igen. Kivéve a felbuffoljuk-e. Szóval emiatt tartom én ezt az egész rendszert neccesnek. Hogy ugyanolyan deckek ellen fogsz harcolni, nem 20, nem 15 csillagot kell összeszedned, hanem 20-at. És emiatt ilyen nehézkesebbnek gondolnám az előítést. Most eldumálgatok, abszolút nem érdekel, hogy mit csinál. Úgyhogy emiatt ilyen neccesebb feeling. Most akarattal nem jutottél le, vagy csak buzi vagy? Bocsánat. Aztán kéne spellt, mondjuk ez az egy spellünk van, ami annyit jelent, hogy az 7 mana. Azzal meg tudom egyel csökkenteni. És tudunk egy kopit csinálni belőle, ami azt jelenti, hogy kettővel fogunk tudni csökkenteni. De az 5 manánk van, és akkor nem is raktuk még le ezt, mert ez 6 mana. Mindegy. Igen, mert ez így is ennyibe került, tehát... Na, üsd le, barátom. Szóval ez az ilyen neccesebb feeling az egészben, hogy nem biztos, hogy tök jó ez a ranked rendszer átalakítás. Mármint, hogy biztos, hogy jó, csak nem az igazi. Tehát akkor, én szerintem, akkor lett volna az egész történet jó, hogyha... A csillagokhoz nem nyúlnak, tehát nagyjából ugyanannyi csillaggal kellene, hogy előre menetelj az adott szintekig. Itt én ezt az oldalát látom ilyen... neccesebbnek mondhatni. Voltak papok? Voltak papok. Játszunk ugye ezzel, mert ezzel kellnek, ugye nem a vinek, hanem a lapok. Tehát ez az oldala ilyen neccesebbnek érzi az egész történetet. De lehet, hogy jó lesz, lehet, hogy nem, nyilván majd ez ki fog derülni. Márciusban sokkal gondosabb lesz mindenki. Szerintem már nagyjából az elején is. A következő... Miért van kötyű? Adja egy miniont, hogy tudjam buffolni. Nem kell ez oda. Nagyon jó, nagyon jó. Az még tök jó kombóba is. Tehát, na, következő támpont, ugye lesznek elvileg
lap nerfek. Ha minden igaz, és ami én olvastam, tök logikusan ezt szokták azok vezetni, ha minden igaz, ez 12. és 7-ös satszolják, hogy azon a héten fog bekövetkezni a lapoknak a nerfelése. Hogy milyen lapokat nerfelnek? Mindjárt kiválasztunk egyet. Spell damage az nem kell. 9. körig nem tudom, hogy eljutunk-e, maradjunk-e. Úgyhogy, na, milyen lapokat? Első körben a... Szerintem ami a legdurvább, de egyben a... Mondhatnám, hogy a legjobb is. Az, hogy a Corridor Creepert nagyjából használhatatlanná tették. Nem ez a jó, hogy használhatatlanná tették, mert az amúgy abszolút zavar, hogy egy epic lapot használhatatlanná tesznek. De... 2-2-t adunk neki, és Divine Shieldet, az azt jelenti, hogy azt le is tudja takarítani. Mert akkor az 3-as... Igen, az jó. Na, tehát a Corridor Creepet nerfelik. Ugye normál körülmények között a lap az 7-ért 5-ös, 5x5-ös lényt hoz le. Viszont ugye az a cucca, hogy ahogy a lap kezedben van és meghal lent a bordon egy minion, olcsósodik, vagy kevesebbe kerül. És ezért ugye használják az aggro deckekbe, mert ott relatív kis lényekkel operálnak, ezért a kis lények hamar meghalnak, és tök olcsón ki fogod tudni játszani. Nyilván ezért az én fészenteres deckemben is. Ez mi? 2-2 és copy. Ez jó. Ez mit ad? Weapon doesn't lose. Azt biztos, hogy meg kell vennünk. Ha adunk neki 2-2-t, akkor az azért jó. Vagy kiveszük őt, és a kövi körbe adunk neki. És azt meg letrédeljük. Játsszuk így. Na te. És ugye most úgy fogják átalakítani ezt a lapot, hogy a képessége az megmarad, tehát ugyanúgy ingyen fogod tudni kirakni. Csak a manája is megmarad, hogy normál körülmények között 7 manás, csak az atakja nem 5, hanem 2. Ezáltal tették nagyjából használhatatlanná a lapot. Double damage. Na, most akkor adjuk neki egy kis... craftot. Ez komoly? Ez nekem nem tetszik ez a lap. Armor. Tehát nagyjából ezért tették használhatatlannál, mert hiába fog lemenni a manája nyomó nullára, attól lesz 2 attakkal és 5 HP-val rendelkező minionod, ami mondjuk egy control deck. Csak gondolkodok, filózok, hogy mi van akkor, hogyha felbuffolod és tauntosítod, mert attól függetlenül sok HP-val rendelkezik, és akkor még nem tudom, szóval ilyen necces nagyon, hogy hol lehet használni. Az biztos, hogy az összes aggro deckből ezt így kiölték. A kövi... Akár oda is figyelhetnek, igen. A kövi lap, ugye a... Mit adsz? Plusz egy attack a minionoknak. Na. Szerintem azt el tudjuk takarítani, azt le tudjuk trédelni, és cserébe lesz kint egy csomó. Te ide. Te pedig... Ezt mondjuk fordítva is eljátszottuk volna, de nem lényeges. Na, a következő ugye, ami kedvenc kalózom, amit kifejezetten rühellek, és nem teszem be a neve. Ugye a legendari kalóz, hogyha kijátszod egy kalózt, akkor oldalról belövöldezi magát, ami egy-egyes charge-os, és általában, hogyha van egy pirét a kezedben, akkor a legelső körbe kijátszod a pirétet, vagy a másodikban, és utána megjön a kis köcsög. Na,
ő kiválóan, csak vele csak annyit tettek, semmi extrát, csak elvesztette a charge képességét. Kapunk a... Aztán... ami nyilván szintén megölte. Tehát most én nem hiszem el, hogy ez bármire is jó, mert ennek ez volt a lényeg eddig, hogy kijátszottál egy pirétet, akkor instant jött, és akkor tudott egyet charge-olni. Ami tök jó volt az elején. Na most, hát ezt kiszedték belőle, úgyhogy innentől kezdve ő nem tud ilyen dolgokat. A következő, azt hiszem Razának hívják, így talán. Ő... Hát jó. Razának hívják, aminek az volt eddig a lényege, hogy a kijátszottad, akkor nulla volt a palá, nem? Papnak Hero Power-ének a költsége. Na most ezzel csak annyit tettek, hogy egyre felnövelték. Ezzel már egy csomóan temetik a lapot, meg azt az egész deket, ami ráépült. Én ezt nem feltétlenül tartom nyugosnak, mert azzal, hogy ez mi amúgy? Tehát én ezt nem feltétlenül tartom. Ezzel már nem feltétlenül mondom azt, hogy meghaltak. Mert szerintem nem. Tehát azzal, hogy egy manára felemelték, annyit értek el, hogy nem tudsz kivégezni egy körben egy emberkét, vagy egy másik játékost, hogyha bejön ugye a papnak a DK változata. De számomra ez még nem azt jelenti, hogy nincs semmi értelme a lapnak. Tehát ettől függetlenül szerintem ugyanúgy működhet, és működhetnek a hozzá kapcsolódó deckek. Tehát nem érzem azt, hogy ezzel probléma lenne. És a negyedik lap, az pedig a... Megállsz, hogy nem jutnak eszembe a lapoknak a nevei. Ami a Lich King-es kiekbe jött be, és fel tudja buffolni a lapodat, 2-2-vel plusz támogatot, azt hiszem. Pillanat. Na most ez 3x3-as, és ezt el kell takarítani. Szerintem ezt így takarítjuk el. Kap 3 HP-t, igen. Ja, csak 2-t ütött. De köcsög. Armorozunk egyet. És elfelejtettük. Úgyhogy... És neki megnevelték a mana költségét egyen. Ez sem szerintem egy olyan hidegy probléma. Mert hogy nem. Nem érzem azt bele, hogy azzal, hogy egy manával többbe kerül, azzal elcseszett volna nagyon sok mindent. Nyilván nehezebb lesz, hogy összekombózni, hogy jó legyen, én ezt aláírom, de ettől függetlenül én nem érzem azt, hogy megölték volna azt a lapot. Tehát én a nerfekre azt mondom, hogy ideje volt, hogy ezeket a lapokat nerfelték, amelyiket nerfelték, nagyon annak tök logos volt. Az egyetlen egy problémám bele, hogy ezzel megölték azokat a lapokat. Tehát nekem ez a bajom, hogyha nerfelnek valamit, akkor azt miért úgy nerfelik, hogy onnantól kezdve már nem lehet egy lapot használni. Úgy nerfeljék, hogy maximum gondolkodóba esnek az emberkék, hogy beleértem, mert nincs értelme alatt. Én szerintem ezt valahogy így lenne értelme ezt a dolgot elkövetni. De nyilván ez a én szolid véleményem. Na, itt viszont most már tényleg letakarítjuk. Igen. Adják ki HP-t. Endi vagyok.
neki adjunk. 2-2-t adjunk még, mondjuk. Plusz 2 attackot adjunk magunkra. Armort, hogy legyen HP-nk. És akkor üssünk 14-et a Huxidra. Szóval nekem ez az egész nerfelős története kvázi ennyi a probléma. Csak a két legendari lap, amit ugye nerfeltek, annak az már csak eleve a standard deckeket nem is sokáig érinti. Tehát mert elvileg március, április környékén jön ki az új kieg. Mi ütöttél magadba? Hát barátom, nem feltétlenül jött be ez a dolog, mert van egy kettes fegyó. Szóval nem is érinti túlságosan hosszú ideig a standard verziót, és ugye a közleményben is ki leírták, hogy javarészt ugye azért ennek a két lapnak a nerfét azért csinálták meg, hogy a Wild verzióban már jó legyen a dolog. Mert hogyha azt nézzük, a normál deckekben is elég rendesen, azért a Razás Priest elég rendesen ott van, és hogy nem akarják azt csinálni, hogyha ezek a lapok, például a Raza bekerül ugye a Wild szekcióba, mármint hogy nem bekerül, hanem standardból kikerül, akkor hogy ott egyed uralomra törjön végig, amíg csak van ez a dolog. Ebből a szempontból meg tök logikus, amit csináltak, és nincs ezzel sem probléma. Ezt gyorsan kibontjuk, ha már megkaptuk. Na, küldtétek a pénzenergiát? Nem éreztem. A lapokon sem. Na. Hát ebből talán minden meg volt. Úgyhogy... Na most nem tudom miért mentem el a collectionre, hanem a questekre akartam rámenni. Mennyi nem volt meg? Hát, 3. Az király. Na, és akkor ugye az a küldünk, hogy Priest-tel kéne 3-at nyerni, vagy a Varival kellene még 18 varikártyát kijátszanom. Szerintem a 18 varikártyára utazunk első körben. Nem megyek bele a ranketba, mert most nincs kedvem. Most ott az minden hó első hete, az másról se szól. Most jelenleg, tehát ami ebből kifolyólag tök jó lesz, február, március 1-től, hogy a legendlapok nem lesznek itt fönt. És ez nagyon jó. Ilyenkor megöli ezt a felső szintet az a történet, és ez nekem nem szimpátikus, de hát ez van kategória, úgyhogy most csak simán casual-vel toljuk, illetve hogyha valaki szeretne jönni valamikor, akkor lent találtok egy Battletech kódot, friendlist-be, küldjetek egy invet, és már király is csapathatjuk együtt. Ez igaz arra, hogyha külditek van és megosztanátok valamit, nagyon szépen köszönök, vagy bármilyen dolog. Jó? Őt meghagyjuk. A másik nem. Úgyhogy nyugodtan, ameddig meg ilyen nem történik, addig meg azt csináljuk, amit csinálunk. Addig csinálgatjuk a külügyet. Köszi. Úgyhogy így ezzel kapcsolatban is ennyi. Tök jó, 2-3 zémából 2 már is van, és még csak fél óra elmegy a cucc, úgyhogy na, olyan jó. Na, ő meg itt van a kristályozik ezerrel. Execute. Armor. Kövi támpontunk. Ugye az, hogy meghirdetett ugye a Blizzard, amit láthattatok a legelején, nekem is lát megjelent, és akkor több mint valószínű, hogy nektek is minden egyes belépés. Nem árjál, de druid, nem akarom. Na, ezért nagyon várom, hogy vége legyen ennek a Hearthstone névnek, hogy eltakarodjon az összes jádés lap. Egyszerűen nincs rá szó, hogy mennyire utálom. Na, nincs bezárva.
Oké, értem én a szituációt. Értem, tudom, nincs tudom, nem mondanám. Köszi. Következő, ja, ugye, ami most questes időszak van, amire még számomra nem minden világos, de az történik, hogy 14 nap, mától számítva 14 napon van arra, hogy minden nap megcsináljunk egy-egy daily questet. Nem tudom, hogy most minden nap kettő üres quest slotnak kellene lennie, hogy megkapjuk mind a két küldit, vagy egynek is elég, mert akkor azt a küldit kapjuk meg. Tehát ez számomra még nem világos. Nem biztos, hogy jó helyen olvastam utána, vagy még nyomoznom kell. De a lényeg, hogy megcsináltok egy napi questet, és azzal tudtok nevezni egy ilyen. Igen. Egy ilyen történetre, aminek a végén kisorsolás, tehát három része van. Na most szerintem viszont titakarodjatok a nyomajába. És majd utána kijátszom azt, ami kell. Nem akarok még egy Whirlwindet, azt a két damage-et azt inkább megesszük. Az execute-ot nem akarom elhasználni, a Whirlwindet sem, mert hogyha jön valami keményebb, akkor az arra fog kelleni. Úgyhogy szerintem most így. És a köbbivel jön az egyik talmutos nagy tök. Szóval 14 napon keresztül meg kell csináltatok egy napi questet, aminek eredményeképpen bekerültek egy kalapba, ami kalapból kisorsolnak összességében egy... 1000... A harmadik helyemben nem vagyok biztos, hogy utalom tekintetében, hogy oda mennyi, de... Az első helyezett, vagy aki a legmázistább is kisorsolják, az 3000 pakkot kap, 3 kiekből 1000-1000-1000. Mind a 3, ami bent marad a következő évben. Az ungorósból, a votelkásból és a koboldosból mind a 3-ból 1000-1000 pakkot kap. A következő győztes csomó, az... következő pak, az pedig 10-10-10 pakkot kap, ez 1000 főről beszélünk. És a harmadik történet, ők meg nem tudom, hogy én nekem 5000 rémlik, de nem vagyok benne 100%-ig biztos, az pedig 3-3-3 decket kap. Na most, tegyünk magunkra. Meg még egy kis armort. Nem ezt a lapot nem játszom ki, hanem így. És ütünk kettőt oda. És kap ő pofira 10-et. Igen, szóval ezért jó dolog, hogyha megcsináljátok ezt 14 napon keresztül, mert akkor 14-szeres eséllyel 14-szer kerültök bele ebbe a kalapba. Ezt miért játszottad ki? Úgyhogy ez, ennek kvázi csak ennyi a lényege. Tehát csinálj... Most ezt miért csinálod, barátom? Csináljatok napi questeket az elkövetkezendő 14 napba, és akkor tök jó lesz. Mert hogyha véletlenül ti lesztek kisorsolva, Az tök jó dolog. És hogyha véletlenül valaki nézi ezt a videót, és 14 nap múlva bekerült abba a történetbe, akkor azt írja már le.
hát tökre kíváncsi lennék, hogy ténylegesen nyere valaki a... Na ez blues, nyere a környezet utánból, vagy bárki olyan, aki látja és írt, és ez tök jó dolog, tökre kíváncsi lennék, de ez tök jó dolog, ha valaki bekerül az ilyenbe. Ami még fontos, hogy ez nem szerverre, tehát nem Európára, és Ázsiára, és Amerikára, és a különböző helyekre vonatkozik, nem? Ez így szakkompakcióál lesz mindenkire. Tehát mindenki abba az egy kalapba kerül. Ez viszont nagyon fontos, és hát mondanám, hogy negatív, nyilván, de akkor, ha meg mit tudom én mondjuk kontinensre bontanák le, akkor meg nagyon kevés emberke nyerhetne, én szerintem akkor úgy csinálták volna meg. Tehát ebből a tekintetből ez így vagy jó, vagy nem, ki tudja, de szóval akkor is tök jó dolog, hogy mondjuk azt nem tudom, hogy aki megnyeri és kap 3000 pakkot, innentől kezdve több mint valószínű, hogy tök mindegy, hogy milyen kiek jön, a Dust-tal nem lesz problémája. Tehát amennyi Dust-ot abból ki lehet húzni, hát azért az elég erőske. Na, adj egy kártyát. Cleave, két damage-ja. Jó, metkövőnek. Úgyhogy nem tudom, ez is ilyen tök furi event amúgy, hogy ilyet csinálnak. Egyik oldalról, jó, másik oldalról. Kérdés, a harmadik oldalról meg... Legalább csinálnak valamit. Kategória. Na, jött egy olyanunk. Az azért kérdéses, mert csak szerintem veszünk 3 damage-et le pici pofival, úgyhogy hogy tudnánk 7 damage-et kiosztani, az a figyelj a számolásban elég erős. Nem tudom, szerintem legyünk így, meg állapodószunk egyet. Csak annak már csak 1 HP-je van. Meg egyet aki lesz, meg egyet tartsból, az 2. Ki tudja, hogy mit fog kispellezni. Úgyhogy, na, végeredményben viszont végigértünk minden támponton 40 perc alatt. Tök jó vagyunk. Szerintem elég. Hearthstone tekintetében elég tartalmas volt az a 40 perc. Kiválasztott barátom, csak a középső tízit. Ezt mert mindenki tudja, hogy azt a lapot kell ott választani. Semmi más nem választhatsz, csak ami középen van. Úgyben, no. Ő tudja. Nagyon jó. Szeretnék, hát most eskü nagy kérdés, hogy az armoros tauntos tegyem le, ami 2, és mondjuk bebirkázza, vagy szabaduljak meg vége a tóta. Szerintem majd utána megszabadultam. Úgyhogy érdekes lesz ez az elkövetkezendő hónap nagyon sok minden tekintetben. Ugye első körben megjön a nerf, ami tök jó. Lesz ez az event, ami tök érdekes és kíváncsivá tesz sok minden tekintetből. Illetve ugye ebben a hónapban kell ranglétre menni úgy, ameddig mindenki tud. Tehát nagyon-nagyon le kell menni. Igen, most ez buffalod? Nem? Meg akarja oldani a taunt nélkül. Igen. Úgyhogy, és egy emiatt nagyon aktívnak kell lenni. Ezt Isten királya fegyónak lehet. Tehát miért nem játszottam ki ezzel? Én ezt éreztem, hogy ezt így kell. Jó. Az még nem kell nekünk. Köszi. Megármorozunk egyet, megütünk egyet. Úgyhogy ebből a tekintetből, mondom, tök jó lesz. A következő hónapra még inkább kíváncsi leszek, hogy mi lesz márciusban, mert hát ugye a megvirázásos szerint én most nem akarom azt mondani, és nem akarom elkiabálni a dolgokat, és a franc se tudja, de talán reményeim szerint, vagy kiderül, szerintem februárban fogják bejelenteni a következő kieget is. Ha úgy. Hát talán
egyáltalán logikusak lennénk. Mert hogyha márciusban vagy áprilisban be akarják vezetni, akkor általában mennyi, szinte másfél hónappal előtte az önkazért, akik meg szokták mondani, hogy mi lesz. Na már most. Szerintem te kerülsz ki. És nem akadt a kolunk, majd ha ez letakarodik. Úgyhogy emiatt is izgalmas lesz szerintem a február. Nem akarom elkiabálni, és biztos, hogy nincs igazam. Mert hát, miért is lenne? Igen. Igen. Az még mindig három. Akkor lepingeled meg a két kicsivel ütsz. Ugye? Vagy csak a nagyról leszeded a Divine Shield-et. Én azt tenném a helyedbe, nagyjal üsd le. Na. 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 Hogy? Jó ez. Ez így jó lesz. Mivel, hogy le fogom ütni egy execute-tal. Csak az a baj, hogy ez pici pofival kéne levenni, amit meg nem szimpatikus. Ami meg nem szimpatikus. És bele egyet. Oké. Hát pörögjé. Jó. És azt jelenti, hogy tudunk armorozni. Hát vagy ötöt, vagy kettőt. Úgyhogy kíváncsi leszek, mi fog történni. Valamint, ha még itt van valaki, és ezen a felületen néz a dolgokat, akkor fontos, hogy eldöntetett szerény személyemben, hogy hát ennek nem sok értelme, jó, mindegy, hogy hogyan fogunk kinézni az elkövetkezendő időszakban. Nem kinézett tekintetében, hanem tevékenység tekintetében. Úgy gondolom, hogy egy héten három live lesz. Ez nagy valószínűséggel és 99%-ig biztos, hogy hétfő, szerda és csütörtök. Az időpont az, amit már jól megszokhatott mindenki, hogy 6 és 7 óra között van, amikor kezdünk. Én azért írtam ki a... fél hetet. Ez azért durva volt, és megijedtem. Na most tudunk csinálni egy 10-es fegyót. Igen. De az azt jelenti, hogy nem ezt kint tanultam. Én szeretném kirakni ezt a tanulmányt. Ez meg ugye 3, tehát így 5, így 7-et tudok ütni, így meg 9-et. Ami szimpatikus vagyok, őszintén. Nem akarom leütni az arcot, mert azt várom, hogy kijöjjön egy olyan nagy gólem, mint ami az előbb volt, aminek ugye armor kell tudni. Na, tehát hétfő, szerda és csütörtökön, 6 és 7 óra közötti kezdéssel lesznek a live-ok. Az időtartam, az továbbra is mondanám, hogy net függvényében kiderül, ha amúgy pedig annak a függvénye, hogy nekem nem az, hogy mennyire lesz kedvem. Tehát azért nyem. Azt leütjük. Két armor. Ez tök jó. És akkor betesszük még a fegyót. Igen. Azt nem jött. Zonki. Várhatnátok annyit, gyerekek, hogy legalább ilyen? Egy lap, egy lap, egy lap. Most egy lapért. Ennyi még. Szóval így lesznek a live-ok. És a hosszúsága az meg ugye attól függ, egy a net meddig gondolja, hogy van, kettő meg... hogyha
későbbiekben lesznek itt embergék, és tudok velük beszélgetni, vagy nagyon belemerülünk mondjuk egy gamebe, és azt mondjuk, hogy hát még csapassuk, még toljuk, még izé, akkor nyilván ez tovább is tarthat, mint egy óra. Az egy órás időintervallumot én azért tartom kb. Ilyen lényegesnek, mert hogyha későbbiekben arra gondolunk, hogy valaki visszanézi, lehet rá esély. Nem kell. A Whirlwind az maradjon meg. Is. Egy lapot akarunk játszani továbbra is. Akkor mindegy. Akkor nem feltétlenül húznám túl, mint egy óra. De... Tehát ugye ez nem biztos, ez ki tudja. Ez még nagyon sok mindenem múlhat, és változhat rajta, és ilyen dolgok. Úgyhogy emiatt nem mondom azt fixen, hogy egy óra. Valamint ugye YouTube-ról beszélgetünk, és mindig ugye az. Én azt tartom a lényegesnek, hogy ott legyenek kint folyamatosan videók. Ugye eddig úgy volt, és az továbbra is élni fog, és azt, én ezt váltig állítom, neked ez lényeges. Mondanám, hogy üsse be egyet. De nyilván nem ütünk, köszönjük szépen a lehetőséget, hogy 4 videó volt legyen kint, nem 5, 4. Ugye ez jelen pillanatban úgy oldódik meg, hogy Twitch-en, amit live-olok, az ugye oda megy. Ez a továbbiakban is így lesz, és érvényes ez a dolog, hogy ugye 3 live lesz, annak a 3 live-nak a tartalma ugye kikerül oda, mint videó, mert eddig sem nagyon vágtam videókat, tehát innentől kezdve nem is oly lényeges a dolog. Igen, hogy ha eddig se vágtam, és eddig is nagyjából egyben játszottam, akkor most is lehet. Ezen okból kifolyólag, ugye 3 videóról beszélünk, hogy live formájában már van. A negyedik, mert ugye mindig 4 volt, a negyedik is ki fog kerülni, az pedig majd én nyilván felveszem valamikor, és megvan oldva a történet. Ne így vegyétek, hogy megvan oldva, mert ez hülye szó volt. Szóval ki fog kerülni egy videó is minden héten, ami vágva van, vagy majd ugye ez attól függ, hogy kell belőle darabolni, vagy nem. És akkor így megvan a 4 videó. Ha én hétvégente jobban belemerülök, és úgy döntök, hogy mondjuk legyen még egy live, ami előfordulhat, ha előfordul, akkor az nagy valószínűséggel vasárnap lesz. Mert én úgy érzem, hogy vasárnap. Na most, megyetek. Az 5 arma és 5 kettes fegyó, akkor legyen az, és ezt elütjük. Akkor ez lehet, hogy vasárnap lesz. De az is lehet, hogy ezért live-ozni nem feltétlenül lesz kedvem, akkor megadok és mondjuk videót veszek fel, akkor lehet, hogy azon a héten több videó fog kikerülni. Tehát azért mondom, hogy a 4 az mindig fix, tehát az mindig így volt. A 4 videó azért az szerintem amióta elindult a csatorna, azóta kint van 4 videó. Igazán igaz, tök egyszerű visszaosztani, mert 170 valamennyi videó van fönt, tehát vissza lehetne számolgatni. Kaptok egy mindet. Mit toltam? Nem? Majdnem. Shield volt. Nem feltétlenül akarom már húzni, tehát. Mert ugye egy lapot kellett játszunk, az meg megvan. Tehát ugye a heti 4, egy héten 4 videó az általában kint van, és megvan. Az, hogy mennyi emberkihez jut el, és abból kik nézik meg, az már más tészta, de általában megvan. És akkor ennyi a csatornával kapcsolatban. Ugye, ha véletlenül jöttök Twitch-re, és követtek, akkor ugye értesülni fogtok arról, hogy live. Ha olyan live-ot gondolok, köszönjük szépen, megvan ez a küldi. Ha olyan live lesz, amibe több emberke becsatlakozhat, mint mondjuk ha Overwatch-ozok, vagy bármilyen ilyen
gém, akkor ez továbbra is Facebookon ki fog hirdetődni a dolog. Ha gondoljátok, az lenne a legideálisabb, ha ott a posztnál mindig hozzászólna az, aki jönne. Hogy én tudjam, hogy nem szeretek én emberkékre leírogatni, mert mit tudom én, nem olyan vagyok. Ha viszont ott a posztnál írnátok, hogy jöttök, akkor az tök király lenne, mert tudnék veletek úgy számolni. És előtte mondjuk úgy fellépnék, és össze tudnám invelni a csapatot. Nyilván, hogyha sokan lennénk, akkor meg lehetne azt is oldani, hogy két részre osztunk, és akkor egymás ellen is. Nyilván tök izgalmas és vicces lehetne. Ezen okból kifolyólag így a történet. Hát ez nyilván sok mindentől függ. Úgyhogy emiatt Facebookot azt javaslom, hogy ha véletlenül kiteszek valamit oda, akkor azt nézzétek és reagáljatok rá még, hogy az nekem csak tök jó dolog visszajelzés, mert az a baj, hogy nagyon úgy érzem, hogy egy oldalú a dolog, aminek nyilván semmi probléma nincs, mert hát nem ti csináljátok, és nem ilyen, csak na. Nyissuk addig egy pakkot, ha már van 140 goldunk. És akkor ebbe a live-ban végül is két pakkot kinyitottunk, úgyhogy tök jó vagyunk. Ez mi? Welcome bundle, 5 euró. Adj egy pakkot, köszi. Space. Úgyhogy ennyi, én igazániból most így hirtelennyében, amit így... Hát ezt sem mondhatni egy legendás paknak. Ebből biztos megvan a kettő. Ezt nem tudom. Kanonjátok ifjú, free armor, nagyon jó. 6 damage-e dragonnak. Megjött a hungry köcsög. Na. Akkor ugye az előzőből 3 volt, amit szét tudtunk craftolni, ebből meg 5, szóval mind az 5 lenne. Jó dolog ez, jó dolog ez. Úgyhogy így igazándiból így lényegesnek, vagy így fontos infónak én ennyit gondoltam volna most így a mai napra. Látjátok, tehát most is csak egyedül vagyok, nem minden info, amit így elmondtam, azt így elmondtam. És emiatt tök jó, hogyha majd lesz valaki, akivel tudok beszélgetni, mert akkor mondjuk el tudom húzni. És hiába írtam én ki azt, mondjuk, hogy 8-ig lesz live, most nem tudom. 4-8, 5-8 közt. És most így ennyi. Ennyi gondolatom volt a mai napra, és nem érzem azt, hogy fölöslegesen tudnék még tovább beszélgetni. Nyilván most nem... Mondjuk 3 bír kéne még a papptal. Nem tudom. Mindegy, maradjunk annyiban, hogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogyha visszanézitek, és jeleztek, és ilyenek, az tök jó dolog, és akkor tudunk találkozni esetleg legközelebb, amikor tudunk dumálni legközelebb, és ilyen amúgy megállnod a hangom. Úgyhogy legyetek jók, és találkozom legközelebb. Na, csövi. Ez nem jó. Eltűnt az ujjam. Szóval, csövi.